Rafkós rabló. A doboz tartalma 84 darab pénzkártya, 6 darab rablókártya, 3 darab börtönkártya, 1 darab játékszabály. Előkészületek. Az osztó alaposan keverje össze a kártyákat, és osszon minden játékosnak 7-7 kártyát képpen lefelé fordítva. Tegyétek a maradék paklit középre. A játék kezdete. Nézzétek meg a kártyáitokat, majd hozzatok létre pénzpaklikat. A többi kártya maradjon a kezetekben. Pénzpakli. Egy pénzpakli két kártyából áll, amely értéke összesen 100 dollár. Ezt a két kártyát tegyétek egymásra az asztalon képpel felfelé fordítva. Abban az esetben, ha egyik játékos sem tud összeállítani legalább egy pénzpaklit, akkor húzzon mindenki egy-egy új kártyát a húzópakliból. Amikor az osztó azt mondja, hogy rajta, minden játékos elkezd rabolni. Három lehetőségetek van rabolni. Az első az egyszerű rablás. Bármelyik játékostól lehet pénzpaklit rabolni, ha a kezetekben lévő valamelyik kártya és a rabolni kívánt pénzpakli tetején lévő kártya összesen 100 dollárt ér. Példa. A kezetben található egy 80 dolláros kártya. Ahhoz, hogy összeállíts egy 100 dolláros pénzpaklit, szükséged lesz további 20 dollárra, ami egy másik játékos pénzpakliának tetején lapul. A játék indítása után a 80 dolláros kártyádat minél gyorsabban rakd rá a másik játékos 20 dolláros kártyájára, majd rabold el tőle az egész pénzpaklit. A második lehetőség a rablókártya. A rablókártya lehetővé teszi, hogy elrabolt bármelyik játékos bármelyik pénzpakliát. Az elrabolt pénzpaklit viszont akármikor elkobozhatják egy másik rablókártyával. Mielőtt a rabló magához venni a rablókártyával ellopott pénzpaklit, gyorsan csapd le rá a saját rablókártyáddal, és húzd magadhoz. A harmadik a börtönkártya. Akadályozd meg, hogy elrabolják a pénzpaklidat. A pénzrablást úgy előzheted meg, ha a börtönkártyát ráteszed a rablókártyára, és visszahúzod a saját térfeledre a pénzpaklidat. A börtönkártyára nem rakható más kártya, így újabb rablás kísérletre nincs lehetőség. Állítsd össze a paklikat! Ha van a kezedben olyan kártya, ami párosítható valamelyik pénzpaklit tetején található kártyával, helyezd rá és alkoss egy új pénzpaklit, aminek az értéke 100 dollár. Amikor minden játékos végzett a rablással, húzzatok fel annyi kártyát a húzópakliból, hogy 7 kártya legyen a kezetekben. Az osztó mondja újra, hogy rajta, és már indulhat is a következő körrablás. Nem kell felhúzni plusz kártyát azoknak a játékosoknak, akiknek 7 vagy annál több kártya van a kezükben. Ha minden játékos kezében 7 vagy annál több kártya van, és nem tudnak összeállítani egy pénzpaklit sem, ebben az esetben húzzon fel mindenki egy kártyát. A rablás előtt minden játékos állítsa össze a lehetséges pénzpaklit a nála található kártyákból, majd tegyék maguk elé képpel felfelé fordítva. A következő rablás megkezdéséhez az osztó mondja, hogy rajta! Akinek még van kártya a kezében, képpel lefelé fordítja és félreteszi. Ezekre a kártyákra már nem lesz szükség. Pontozás! Minden játékos adja össze a pénzpakliainak összegét. A rablókártyának és börtönkártyának nincs értéke. A pontozás könnyű, ha a kártyáid pakliban állnak. A játékot a legtöbb pénzzel rendelkező játékos nyeri meg. Így ő lesz a győztes. Jó szórakozást kívánunk a Rafkós rablóhoz!